A cselgáncs az egyik legnépszerűbb sportág. A világ egyik legjobb dzsúdósa Ungvári Miklós ceglédi, így a gyerekeknek a példakép is adott, hová lehet eljutni, ha a tehetség, alázat, szorgalom és kitartás párosul. A ceglédi dzsúdócsarnokban mostantól az egészen kicsiknek, az óvodásoknak is tartanak foglalkozásokat. Ez egy teljesen játékos foglalkozás. Szerencsére nagyon sok eszköz áll rendelkezésünkre, amiket tudunk használni, ugye a képességek fejlesztésében. Igazából nem is a judót akarjuk megtanítani ugye ezeknek a gyerekeknek. Természetesen a judó mozgásaiból átvéve egy csomó dolgot próbálunk előrelépni velük, de inkább a játékos forma, inkább a tényleg az ügyesség fejlesztése a cél. Ami a judóból igazából megjelenik ezen a foglalkozáson, az az eséstechnika, hiszen ez egy nagyon fontos dolog. Ugye a judó erről híres, hogy ezzel többet ad, mint a legtöbb küzdősport. A gyerekek megismerik a közeget, a termet, a sporták hangulatát az órák alatt. Az óvisoknak szóló foglalkozások már elkezdődtek, de még mindig lehet jelentkezni. 4 és 6 éves korosztályt várjuk elsősorban, már elkezdődtek az edzések egyébként, tehát már volt foglalkozás. 3 és fél éves korú a legfiatalabb, aki most nálam van. Igazából, mivel mondom, ez egy játékos, ügyességfejlesztő dolog, így annyira nem lehet azt mondani, hogy most van egy legalsó korosztály, tehát az a gyerkőc, aki már be tud állni, föl tudja fogni azt, hogy igenis itt feladatot kell csinálni, attól függetlenül, hogy ez játékos formába megy, ő már természetesen alkalmas erre, hogy megjelenjen. Az óvi dzsúdóra Varga István edzőnél lehet jelentkezni a ceglédi dzsúdócsarnokban. Hetente 2-szer tartanak foglalkozást, hétfőn és szerdán délután 4:45-től.